nézni, hogy devizahitelezés van, vagy a devizahitelezés minek a közvetlen következménye a bankok problémájának, az kevés, azt kell megnézni, hogy milyen rendszer dobta ki a gépből ezt, és nem véletlen, hogy a magyar parlament házelnökének az otthon előtt van ez a demonstráció. Én arra emlékszem, hogy amikor 19 éves voltam, és jött ez a rendszer, módszerváltás, akkor nagyon bíztunk a demokráciában. Abba bíztam, hogy valami olyasmi történik, amiben meg tudjuk mutatni, hogy mire vagyunk képesek, hogy tudjuk megoldani a problémákat. És gondolom a Kövér László úr is ebben bízott. Akkor eltelt 1-2-3 év, akkor azt vettük észre, hogy a problémák nem hogy megoldódtak volna, hanem sokszorozódnak. És a magyar államadósság, amely akkor 20 milliárd dollárba volt megjelölve, ez 1989-es adat, addigra, amire eladták a magyar állami vagyonjava részét, már 60 milliárd dollár volt. Amikor folytatódtak azok a folyamatok, amikor a magyar állami vagyon szinte teljes mértékben kiárusították, akkor bizony ott volt a parlamentben Kövér László úr is, és valószínűleg meg akart tenni mindent, de nem sikerült. Így aztán megint eltelt 4 év, amikor hatalomra kerültek, és bizony akkor se történt olyan nagyon sok minden, amivel megrengették volna a világot. Amikor változott az idő, és hatalomra kerültek azok az emberek, akik a múltból lettek elő, rántva, előhúzva, és 8 éven keresztül olyan sáskajárást csináltak itt a magyar földön, hogy az elképzelhetetlen. Amikor 2006-ban közéklődtek, amikor bebörtönöztek bennünket, amikor hónapokon keresztül attól kellett tartanunk, hogy ránk csönget az a bizonyos rendőrség, akit ugyanolyan antidemokratikusan irányítottak, mint annak előtte a Kádár érában, akkor abban bíztunk, hogy majd jön Kövér László úr kormánya, és minden bizonnyal rendet fog csinálni, de akkor már tudtuk, hogy ez valami álságos megoldást fog szülni, mert a valódi radikalizmus az már egészen máshol járt. Bevallom tiszta szívemből, én nemzeti radikális vagyok, de a nemzeti radikálisok közt is civil. Nem tartozom egyik párthoz, se nem is fogok párthoz tartozni, és egyik pártnak se fogom a szekerét tolni, de tiszta szívemből és lelkemből a nemzeti radikalizmus pártján állok egy gyökeres változás mellett, aminek a megakadályozója talán pont az a Kövér László, aki a rendszerváltásnak az egyik élalakjának tűnt akkor 25 évvel. Ne felejtsük el, hogy egy negyed évszázad telt el, és ez a negyed évszázad nem jót hozott, hanem borzasztó kínszenvedést. Nem született meg 700 ezer gyermek, kivándorolt az országból 600 ezer fiatal, van 3 millió devizahitellel érintett ember, van közel 1 millió munkanélkül, és a statisztikák hazudnak, mert az az adat, hogy 500 ezer alá csökkent a regisztrált munkanélküliek száma, az azt jelenti, hogy a regisztrálatlan munkanélküliek száma nőtt meg. Kiestek abból a szociális ellátásból, ami tulajdonképpen azt jelenteni, hogy kapnak valami kis ellátást. Nő a nyomor. A nyugdíjasok szinte a lét határán tengenek, és amikor mentőcsomagokat akarnak előhúzni, és most akkor hadd idézzem fel a tegnapi napnak a nagy negatív élményét, akkor a kormány bejelent, hogy segíteni akar, nem segíteni akart az a kormány, amelynek az egyik jelentős képviselője, talán nem kormányzati vezetőként, de a magyar parlament házelnökeként Kövér László, ellenkezőleg becsapták az embereket, és az ígéret semmivé foszlott. Azt mondták, hogy majd tárgyalnak a bankokkal, a majd azt jelenti, hogy lehet, hogy 2 év múlva, vagy 3 év múlva kerül rá sor, addig újabb emberek kerülnek, újabb családok kerülnek az utcára, újabb emberek lesznek öngyilkosak, és tovább folytatódik a nemzetnek a vesszőfutása. Egyre radikálisabb vagyok, bevallom, és mindig is nemzeti radikális maradok, és ez a radikalizmus kezd egy kicsit tehetetlen dühöt kiváltani bennem, mert azok az emberek, akik annak idején a mellükre kitűzték a kokárdát, és azt mondták, hogy ők igenis a nemzet érdekében akarnak tenni, azok még nem bizonyítottak. Én azt akarom, hogyha valaki egy kokárdával, egy magyar zászlóval, a magyar nemzeti jelképekkel, és nagyon-nagyon sok szép szóval azt mondja, hogy igen, Magyarország a magyaroké, meg hajrá Magyarország, akkor legyen a Magyarország a magyaroké, és igenis legyen hajrá Magyarország. Nem szavakat, tetteket akarunk látni, azt akartunk látni, csak közben 46 éves lettem. Eltelt az életemnek a java, és itt kell állja a Kövér László háza előtt, Póka László barátommal, aki elhatározta, hogy a devizahitelesek kérdésében, a sorsának a jobbra fordításában mindent megpróbál, és azt kérjük Kövér Lászlótól, hogy legyen igaz magyar ember,
és az igaz magyar emberként a társadalmat szolgálja, és a rászorultakat, azokat, akiket ez a 25 év tönkretett. Köszönöm, hogy meghallgattatok, szívesebben beszéltem volna kellemesebb dolgokról, azt hiszem sor is fog rá kerülni, mert ennek a rendszernek előbb-utóbb vége kell, hogy legyen, és azt hiszem, hogy Pilmájer barátom is mondta, Magyarországon a termelőipart, a mezőgazdaságot, az igazságot és a jólétet kell megcélozni. Köszönöm, hogy meghallgattatok.